az emberi felelőtlenségtől függ, meddig marad velünk a járvány, és ez akár egy negyedik hullámot is eredményezhet még Magyarországon, mondta Duda Ernő immunológus, genetikus professzor az STL kommunikáció és médiatudományi tanszék podcastjében. Duda Ernő a vakcinák közti válogatásról is beszélt. Az a kijelentés, hogy ne válogassunk a vakcinák között, inkább gazdasági politikai, mint tudományos megnyilvánulás, mondta a professzor. Hozzátéve, nincs olyan vakcina, amely mindenkiben tökéletesen működne. A professzor szerint az emberi felelőtlenség is nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a járvány ennyire elterjedt. Hozzátette, hogy ha még jó szabályokat is hoz az állam, azok is hiába valók, ha esténként házi bulit tartanak 500 ember jelenlétében, ordítanak és énekelnek, akkor teljesen mindegy, hogy milyen tökéletes szájmaszkot viselnek másnap az utcán, amikor már meg vannak fertőződve, fogalmazott. Szerinte abban, hogy Magyarországon kedvezően megúsztuk az első hullámot, nagy szerepe volt annak, hogy előző tavasszal sikerült a lakosságot kellőképpen megijeszteni, hogy komolyan vegye ezt a járványt, mindezt összehasonlította a tavalyi őszi, valamint az idei helyzettel. Ősszel szerinte túl későn hozta meg az intézkedéseket a kormány, ez eredményezte a második hullámot, másrészt pedig az emberek is elfáradtak, és felelőtlenül kezdtek viselkedni. A harmadik hullámnál pedig a szakértőket is meglepte az, mennyire fertőző a brit mutáns, így, miközben az egész ország azzal volt elfoglalva, hogy milyen körülmények közt, milyen nagyszerűen fogunk nyitni, rajtunk ütött a brit mutáns, mondta Duda Ernő. Hozzátette, jelenleg a legnagyobb gondot az jelenti, hogy most már egyre nehezebb az embereket rávenni arra, hogy oltassák be magukat. Mindemellett kiemelte, hogy az oltás sem jelent 100%-os védettséget, épp ezért azoknak is óvatosnak kell maradniuk a járvány végéig, akik mindkét oltást megkapták már. Véleménye szerint a koronavírus járványból valamelyest tanultunk ugyan, de ennek ellenére, ha a következő években jön egy újabb vírus, az emberi mulasztás ismét komoly világjárványt eredményezhet. Az indiai variánsról beszélve elmondta, hogy az is, az emberi hülyeség, eredménye, mivel az előző hónapokban 100 milliós tömegek vettek részt a vallási ünnepségeken, ennek teljesen egyértelmű következménye az, hogy Indiában olyan járvány robbant ki, amelyre korábban ott nem volt példa, mondta. A variánsról beszélve elmondta, kérdéses, hogy Európában is el fog-e terjedni, remélhetőleg azonban nem fog súlyosabb megbetegedést okozni, mint az eddigi mutációk. A professzor az adás végén a koronavírus járvány magyarországi negyedik hullámának esetleges megjelenéséről is beszélt. Ha keményen dolgozunk rajta, erre van lehetőség. Ha a nyitás az emberek felelőtlenségével társul, akkor nagyon jó esély van arra, hogy elindítunk egy negyedik hullámot, mondta. A professzor azt is elmondta, hogy a vírus ellentétben azzal, amire sokan számítanak, várhatóan nem fog eltűnni. Lehet, hogy a járványt meg lehet állítani, de a vírus nem fog eltűnni, fogalmazott.